elveszti a fogadást, fenség. Nem gondolnám, mióta külföldön jár, mindig gyakorlom magam, így egér után nyerni fogok. Te soha se láttál olyat, mi nehéz itt a szívem tája. Ha nem se baj. Úgyhát ne jó ura. Há, merő bolondság. Afféle sejtelem mégis, mely megzavarna egy asszony. Ha elméje nyugtalan, fogadjon szót neki. Én majd eléjük megyek és megmondom, hogy most nem érzi jól magát. Tapocsi! Dacolunk-e baljóslattal? Hisz egy verép is esedik le a gondviselés akaratja nélkül. Ha most történik, nem ezután. Ha nem ezután, úgy most történik. És ha most meg nem történik, eljön máskor. Készen kell rá lenni. Addig van. Miután senkinek sincs olyannya, amit itt ne hagyjon. Mit árt előbb hagyni el? Ám legyen. Kuksinak orvos kell. Le kell vinni a faluba. Aki lemegy, annak tudnia kell, hogy mi vár rá. Persze, ez nem parancs, csak kérés. Melyikőtök jön velem? Ez rendben van. Hát ez így van rendjén. Köszönöm. Kuksi nevében. De nem volna semmi értelme. Ha fizetni kell, akkor elég, ha kettő fizet. Megértettétek? Nem dohányzom. Na jó. Pedig ismertem apádat. Igazgatom volt a gimnáziumban. Ne fáradjon, tőlem úgyse tud meg semmit. Kik ezek? Hogy kerülsz ezek közé? Talán maguk közé álljak. Elég őrült voltam, hogy eddig hallgattam. Fogd be az hát! Többé soha. Többé nem leszek gyáva. Rendben van. Úgy látom, hogy tőled mindenki megdögölhet. Én ebben nem veszek részt. Mint a grunzol sráckorunkban, életre halálra. Ez a barátság? El akarod vágni a torkom most, amikor szorul a kapca, csak a negyed év végéig marad nyugton, ülj a fenekeden! Nem! Hálának vége. Eladtam magam. Nem drágán, nem olcsón, és tisztességes állásért, néhány baráti szóért. Eltűrtem, hogy hazárdjátékot játsz egy vagyonnal, ami nem is a tied. Ez hazugság! Én nem erre szerződtem veled. Te azt mondtad, hogy segíts építeni, azt mondtam, jó, segítek. Rombolni nem segítek, se neked, se másnak. Nem lesz semmi baj. Te elgyávultál a börtönbe, te félsz, te mindentől félsz. Nem. Én nem félek senkitől és semmitől. Még tőled sem. Jó. Vett tudomásul, hogy én a munkásosztályt képviselem itt. Esküszöm, hogy nem. Hát rágyadomról szedtelek fel, ha már elfelejtetted volna, és ember csináltam belőled. Ember, te Isten. Most jó. De vett tudomásul, hogy a szabotázs a rendőrségre tartozik. Értem. Te karrierista állat. Hát, ha másképp nem megy, akkor telefonálok a miniszternek, és leállítatom a munkát. Nem bízol bennem? Nem. Nem? Nem. Rendben van. De most aztán életre halálra.
csinálsz te itt? Üzeneteket fogalmazok. Mit? Károly János üzeni Budapestre, hogy Szabadföldre érkezett. Károly János üzeni Budapestre, hogy a Stefánszkirhegy gyönyörű. De jutányos áron elcserélni a kis újlaki templommal, mert őt kiskorában mindig odavitte az édesanyja. Ne így jár annyit. Károly János üzeni Budapestre, hogy a Sanzelizé és a Szent Mihály útja csodálatos. Csak éppen a metron senki sem mondja, hogyha ráléptek a lábára, hogy marha nem tud vigyázni. Részeg vagy. Károly János üzeni Budapestre minden barátjának, kollégáinak, szeretett közönségének, hogy itt-kint minden csodálatos, csak... Másképpen... Na. Apák üzennek a családjuknak, a gyerekek a szüleiknek, a férje a feleségének. Minden széthullik. Ez meg... Mi is. Pedig mennyit szenvedtünk és küzdöttünk egymásért. Ne gyötörd magad. Nem merek szenvedni. Hova megy? Ha engem itt... Elfognák magát, és elfogják. És ha minden beval, amit tud rólam, akkor is lelövik. Pedig alig tud valamit. Hát miért mondja ezt nekem? Kérdezte. Én nem engedem el magát. Ha itt maradok, tovább tart a félelem, a remegés. És én nem hagyom abba a háborút. Nyugodtan élhet, nyugodtan alhat, és nem kell lopni többet. Én nem vagyok gyáva. A szavaknak nincs súlyuk most. Az ember az életével mond igent, vagy nemet. Én nem engedem el magát. Szentimentális. Szeretem. Háborúban. És a háborúban nem lehet szeretni, a háborúban nem lehet félteni. A háborúban azt kell csinálni, amit a háború akar. Én nem kérdeztem magától, hogy kicsoda, nem kérdeztem magától, hogy mit csinál. Én örültem, hogy itt van. Nem engedem el! Álljon meg, mert... Még vannak, akikre számíthatunk. Ne hidd azt. Erről mesélhetnék. Sokan hallgatnak rám. Hát nem tudom, hogy jól látod-e a saját helyzetedet. Gondolod, hogy nem bíznak bennem? Nézd, én tudom a te harcaidat, amik megelőzték a kompromisszumokat. De mások csak a végeredményt látják. Azokat a pontokat, ahol te bizony engedtél egy ideális állásponthoz képest. Nem vagyok benne bizonyos, hogy adott esetben melléd állnának. Nem tudom, ki van jobban egyedül ebben a pillanatban, te vagy én. Nézd, lehet, hogy igazad van. Lehet, hogy nem ismertük fel a határokat, amiken túl már nem lett volna szabad engednünk. Vagy hát... Ha jobban tetszik, akkor nem ismertem fel. Nem ismertük fel, vállalom a többes számot. Mert mégse lehet belenyugodni, mégiscsak meg kell kísérni a tisztázást. Én ezt elviszem magammal. Csinálj vele, amit akarsz. Engem kiütöttek, levonulok a pályáról. De tanúskodni ezért hajlandó vagy. A saját ügyemben? Ebben az ügyben. És ki mondja el a vádbeszédet? Hát, ha kell, akkor én. Volt nekem egy kis zenekarom.
Amikor a németek bejöttek Ausztriába, három zenész szökni készült, és én meggyőztem őket arról, hogy semmi bajuk sem esett. Levittem őket a birtokomra, ott éltünk aztán együtt. Egy 20 vagy 21 éves fiú volt az oboista. Olyan csodálatosan játszott, hogy az embernek elállt a lélegzete. A kedvből vitték el. Felrángatták a székről. A hangszere úgy hevert a gyepen, mint egy halott csontja. Később aztán érdeklődtem bizonyos köröknél. Nem él. Ezt tudja, mi volt a legszörnyűbb? Hogy bejöttek, leültek, és végighallgatták a próbát. Csak akkor vitték el. Mint a szándékosan akkor akarták volna elvinni ezt a fiút, amikor a legszebb. Tudom, hogy mit éreznek most önök, de higgyék el, már semmi sem tilos, semmi. Nénes Visz, maga csak ne féljen. Egyáltalában nem megvesztegetésről van szó. Én nagyon jól tudom, hogy ha hagyná magát megvesztegetni, akkor Angliában nem maradhat. Ahhoz, hogy eladja Angliát, annyi pénzre lenne szüksége, hogy egész életére el legyen látva. Ne is válaszoljon, 20 percen belül megmondom, hogy megkapja a Madridig az 1000 fontot. Menjen ki és gondolja meg jól. Az élet rövid és pénzben sosincs elég. De nem biztos, hogy tudok szerezni. Ha látogató jön, eressze be. Reménytelen, hogy ez megkiszúr. Halljátok meg a végső szavakat, szánjátok emberek a szenvedőt. Maxi nem fekszik koszoruk alatt, szomorú füzek nem siratják őt. Jusson el fületekbe ez a hang, engedjék át az ort börtönfalak. Ha majd a haláláról hallatok, üssetek csapra három ordó bort, de szánjátok legalább ígér, amíg a kínlódásra véget. Anna, én nem veszek feleségül, érted? Nem és nem és nem, nem veszlek feleségül. Jó, jó. Senki sem kért rá, senki sem kért rá, senki sem kért rá. Mondd el, hogy Gőgger. Ezzel a dolog el van intézve. Igen, jól mondod, senki sem kért rá, és mégis mindenki úgy kezel, mint a dolog már el is lenne intézve. Hát jól van, hát senki sem akar kényszeríteni. Nem akart megházasodni, akkor nem házasodsz meg. Ki akar az akasztófal állni önszántából? És az emberek mégis adják magukat felakasztani. Még csak meg se próbálnak küzdeni az életükért. Pedig annyit igazán megteltének, hogy legalább a papot kékre zöldre verik. Nem a magunk akaratát követjük, hanem a világét. És nekem az a rettenetes előérzetem, hogy kénytelen leszek tűrni, hogy megházasítsanak, mert a világnak az az akarata, hogy te hozzám gyere feleségül. Hát egyszer Zsapérhez kell mennem, nem igaz? De miért éppen én hozzám? Más férfit nem tudtatok találni. A házasság számomra azt jelenti, hogy megtagadom a hitemet, meggyalázom a lelkem szentségét. Bemoskolom a férfiasságomat. Eladom az örökségemet egy tál lencséért. Szényeletesen feladom a harcot, igába ajtom a fejem és belenyugszom a vereségbe. A férfiból, akinek jövője volt, átváltozom a férfivá, akinek már csak múltja van. A többi házas ember pillantásából ki fogom olvasni a kár örömet, hogy új fogolytársuk érkezik. A fiatal emberek megvetéssel néznek majd rám, mint csődbe ment emberre. És a nők szemében már többé nem leszek érdekes kérdőjel és lehetőség, csak egy másik nő tulajdona, hibás áru. A legjobb esetben is másodkézből való, kissé használt férfi.